Magas infláció, növekvő geopolitikai feszültség és a pénzügyi instabilitás miatti aggodalmak közepette rendezik a héten New Yorkban a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap az IMF közös tavaszi ülésszakát. Az IMF ügyvezető igazgatója Kristalina Georgieva egy interjúban azt mondta, hogy az értelmetlen ukrajnai háborút egyetlen döntéssel meg tudná állítani az azt elindító Oroszország, és ezt meg is kell tennie. A háború sok más sürgető problémáról elterelte a világ figyelmét. Ez a háború nem csak embereket öl meg, felnyomja az élelmiszerárakat, még több geopolitikai feszültséget kelt, lenyomja a világ azon képességét, hogy egységben működjék, fogalmazott az interjúban a Nemzetközi Valuta Alap ügyvezetője. Az ukrajnai Herszonban élők a romokat takarítják a pénteki orosz tüzérségi támadás után, az ágyúlövedékek a helyi művészeti múzeumot sem kímélték. A múzeum művészeti igazgató helyettese azt mondja, ez volt a második támadás. A múzeumot direktben nem találták el, de a repeszek becsapódtak az épületbe. Elpusztítanak minket. Itt nincs logika. Semmi logika. Egy dolgot akarnak, mindent lerombolni, mondja a támadókról az igazgató helyettes. Eközben az Ukrajnától elcsatolt Donyecki régió Kreml által kinevezett vezetője Denyis Pushilin videót tett közé a Bakhmut külvárosában tett látogatásáról. A videó romos lakótömbök és más ágyúzott épületek láthatók. Bakhmutért 13 hónapja dúlnak a harcok. Pushilin hétfőn azt mondta, hogy a város kétharmada már orosz kézre került.